Szeretettel köszöntelek benneteket az új év alkalmából. Happy New Year mindenkinek, boldog új évet kívánok minden kedves nézőmnek, újaknak vagy régieknek, mindenkinek, aki engem most néz. Kívánok szerencsés, boldog ünnepeket jövőre. Remélem, hogy jövőre meg lesz minden vágyatok, amit csak kívántok. Szerelemben, pénzben, egészségben, költözésben, bármiben, amit kívántok. Remélem a 2024 meghozza nektek. Köszönöm szépen. Ma van a születésnapom, úgyhogy veletek ünnepelek. Úgy gondoltam, hogy hozok nektek egy kis videót, legyen mit nézzetek holnap, és remélem, hogy ma mindenki mulat és boldog, vagy csak ül, tévézik. Mindegy, hogy mit csinál, de remélem, hogy boldogan mentek át az új évbe. Úgyhogy nézzük, mit mondanak a lapok. El szeretném mondani a közleményeket. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Bármilyen kérdésetek van, erre az e-mailre írjatok. Csináltam egy website-ot, amit, hogyha megnéztek, oda lesz linkelve vagy a YouTube-om alá, vagy ott a YouTube a community után, ott meg tudjátok nézni. Can you tell them? Yes, safehavenuk.com. You will be right for that? I will put in description. Okay, so tehát a videó alá lesz írva, hogy hogyan találjátok meg a website-ot, és azon tudtok jóslást kérni, azon tudtok rendelni kulcstartókat, karkötőket, azon tudtok megnézni, hogy milyen dolgokat adok nektek, oldásgyógyítást, szerelmi bevonás, hogyan jöjjön vissza a párod, hogyan készülj fel az esküvőre, tehát minden dolog, ami velem kapcsolatos, ott tudjátok olvasni. Nagyon fontos, hogy nézzétek meg, gyönyörű szép website, és még egy dolog, aki szeretne valamilyen website-ot készíteni, itt a családtagom olyan website-ot tud nektek készíteni, hogy párja a világon nincs, nagyon ügyes, tehát bármilyen dolgot akartok interneten, hogy valaki segítsen nektek, itt a rokonom, az tud nektek segíteni, úgyhogy írjatok nekem, ha bármilyen segítség kell, úgyhogy aki szeretne velem jönni Dubajba, április végén vagyunk már ketten, hárman, az tud még jönni, megnézzük gyönyörű szép Dubajt, egy jó kis szállodába, ahol eszünk, iszunk, pihenünk, és beszélgetünk, és természetesen tarotjóslás is lesz, úgyhogy köszönöm szépen, most pedig nézzük, hogy mit üzennek a mai napon a kártyák, remélem, hogy ma csak jókat fognak üzenni. Már a kettes kelyhek itt is van a kezembe. A hármas botokkal és a tízes kardokkal nézzük még, mit üzennek. A legromantikusabb kártya a botok apródja és a szerencse kerék. Mondom, hogy nagyon jókat üzennek. Tízes kelyhek, négyes kardok, érmék királynője, hatos kardok, királynő botok, hold, kilences érmék erő, érmék aprodja, és a kardok kettes, és újra jött a kelyhek kettes, mert kettő kártyát vontam össze. Oké, nézzünk, még húzzunk kártyákat. Kezd el újra felépíteni az életedet. Kontrolláld a saját életedet, kezd el élni azt, amit szeretnél. Legyél igazságos magaddal és őszinte. Álljál ki magadért. Ide fókuszálj most, és ne a jövőbe, ne a múltba, tehát most a lényeg, és gyere haza önmagaddal kapcsolatban, tehát találd meg magyarul önmagadat, és még húzzunk kártyákat, tiszteld a kapcsolataidat, pláne hogyha szerelmi, look deeply within to your purpose, tehát hogy nézzél a kapcsolatodba és magadba, megkezdődött a spirituális útod, spirituális kapcsolatod 2024-be, és az univerzum segít téged, fogja a kezedet, hogy hogyan találd meg az életed dolgait.
Úgyhogy nézzük meg, hogy mit is üzennek neked jelenleg. Úgy érzem, hogy a világon neked van a legédesebb párod, és azt gondolja, hogy te is nagyon aranyos és nagyon kedves vagy. Úgy érzem, ez a férfi nagyon édes, nagyon aranyos, és kettőtöknek a tulajdonsága nagyon-nagyon jó, pont összeilletek úgy, ahogy az meg van írva. Úgy érzem, hogy ez a férfi nagyon érzékeny lélek, tehát finoman kell bánni vele, és ami jó dolog, gyerekek, hogy feltétel nélkül szeret téged, és te is feltétel nélkül szeret ő szeret téged. Úgy érzem, hogy mind a kettőtöknek viszont vannak gyermekkori problémái, hisz itt van a négyes kardok, és itt van a kettes kardok, itt van a hold, a félelem. Tehát úgy érzem, hogy gyerekkorból hoztatok olyan problémákat, amit a szülők vagy a nagyszülők okoztak, vagy a barátok, vagy olyan emberek az iskolában, akik nem voltak jó hozzátok. Úgy érzem, hogy mind a kettőtöknek van mit meggyógyítani, mind a kettőtöknek van nagyon-nagyon sok akadály az életében, tehát olyan akadályok voltak az életetekben, amiből nem tudtatok feljönni, nem tudtatok olyan emberré válni, amilyen szerettetek volna, nem tudtátok kimutatni, hogy mik a jó tulajdonságaitok, nem tudtátok megnyitni a szíveteket a világ felé, mégpedig azért, mert lehet a múltban az emberek, vagy a szülők, vagy bárkik nem bántak jó veletek, magyarul úgy mondanám, hogy egy páran még uralkodtak is feletted, és nem engedtek kinyílni téged. Tehát úgy érzem, hogy mind a ketten pont egyformák vagytok, úgy érzem, hogy félelmeid voltak az életben, azt érezted, hogy nem felelsz meg, magyarul a saját börtönödben voltál, és nem tudtál olyan emberré válni, akivé szeretted volna, mivel egymásnak a tükrei vagytok, ugyanez jellemzi őtet. Úgy érzem, hogy sok sötétségen mentél keresztül az életedben, sokat szenvedtél, nem támogatott senki, vagy nagyon kevesen támogattak téged, és mégis képes voltál megmászni a hegyeket, és az összes problémáidat próbáltad megoldani, hol sikerrel, hol sikertelenül. Úgy érzem, hogy az Isten is egymásnak teremtett titeket, úgy érzi, hogy ez a kapcsolat Istentől való, Spirittől való, angyaloktól való, úgy érzi, hogy egymásnak szentelt a jó Isten, és igen jól érzi, úgy érzem, hogy azért találkoztatok, hogy megmutassátok egymásnak a gyönyörű lelketeket a apród kelyhekben, és a kelyhek kettesben, a hármas kartokban, és az apród érmékben, a kilences érmékben, tehát megmutassátok egymásnak a boldogságot, az örömöt, a szerelmet, tisztelitek egymást feltételek nélkül, nem vártok a másiktól semmit, csak tiszta szerelmet. Úgy érzem, hogy ez a férfi nagyon-nagyon mélyen szeret téged, úgy érzi, hogy nagyon régóta ismer téged, már előző életekből ismer téged, úgy érzi, hogy ez a világon a legeslegédesebb, és a világon a legeslegszebb szerelem. Úgy érzi, hogy te általad mindenre képes, itt már nem bújdos el a világ elől, hanem úgy érzi, hogy össze tudja szedni az erejét, úgy érzi, hogy te veled minden tökéletes lesz, romantikus érzései vannak. Úgy érzem, hogyha most nem vagytok együtt, emlékezik a múltra, emlékezik arra, amit csináltatok, ahogy éltetek, ahogy nevettetek, és szeretne még többet az univerzumtól. Szeretné, hogyha az univerzum segítene kiteljesedni ezt a kapcsolatot. Szeretne még több boldogságot, szeretne még több életet veled, szeretne kutyát, macskát, gyereket a tízes kelyhekben, szeretne a rossz dolgokból elmenni. Magyarul 2024-ben szeretne békét, szeretne tiszteletet, szeretne könnyed életet veled, úgy érzi, hogy te vagy a másik vele, úgy érzi, hogy egymásnak teremtett a jó Isten, és ami igaz is. Úgy érzem, hogy azért találkoztatok, hogy meglássátok önmagatokban a jót, a boldogságot, a szeretetet. Úgy érzem, hogy eddig olyan voltatok, mint a kicsi nyuszi, hogyha jött valaki, akkor elbújtatok, féltetek. Nem mertétek a partnereteknek megmutatni az érzéseiteket, nem mertétek kimondani azt, hogy szeretlek. Viszont ez a férfi, aki most van az életedben, vagy akinek most fog jönni, attól az embertől sok boldogságot, sok tiszteletet kapsz, és úgy érzem, hogy most ki tudod fejezni nem csak magad iránt, nem csak ő iránt, hanem a világ minden ember iránt ki tudod fejezni a jóságodat, a szeretetedet, az egész dolgodat. Most már tudsz önmagad lenni, most már tudsz olyan lenni, hogy összeszeded az erődet, hogy boldog vagy, hogy szép vagy, kívül belül látják rólad, hogy bizony
teljesen más ember lettél, mint körülbelül 10 éve. Úgy érzem, hogy mind a ketten hasonló helyzetben voltatok, mind a ketten hasonlóan éltetek, és úgy érzem, hogy lehet, hogy még nem is vagytok házasok, de egy páratoknak meg fogja kérni a kezét, akkor is ez a házasság az ötös dimenzióban Istentől való szerelem, egy olyan szerelem, ami lelketek egy, a szívetek egy, csak kettő testben vagytok, ugyanazt gondoljátok, ugyanazt érzitek, ugyanazt akarjátok, egy táncra perdültök, úgyhogy nagyon-nagyon szép szerelem. Igen, a Spirit hozott össze titeket azért, hogy feltétlenül szeressétek egymást, és mindaddig, amíg mind a kettőtöknek jó. Úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy magadba keresd a választ, itt az ideje, hogy nézd meg a kapcsolatodat, hogy mi benne a gyönyörűség, mindig arra koncentrálj, ami a jó, és ne arra, ami nem jó. Hogyha a párodban meglátod a 10-ből a 9 jót, akkor azt fogja neked mutatni. Igen, itt az idő, hogy magadat tiszteld, és a kapcsolatodat is. Hogyha van olyan férfi az életedben, aki szeret, aki tisztel, igen, lehet, hogy vannak nehéz napok, lehet, hogy még félelmek feljönnek, lehet, hogy még az ego, a karma közrejátszik. Ugyanakkor azokat a napokat azt engedd el, ne törődj vele, ne veszekedj, és nagyon fontos, hogy magadban nézzél, hogy magadat gyógyítsad, a blokkjaidat, ha velem, ha mással, ha egyedül, és találd meg magadban az otthon, a lelkedben találd meg az otthont, érezd magad otthon, akkor is, amikor még nem is az otthonodban vagy. Mindegy, hogy hol vagy, melyik világ részen, melyik tájon, kivel, mivel, érezd magad otthon a szívedben, azt mondja a kártya. Úgy érzem, egy párotoknak 2024-ben nagyon nagy megvilágosulás jön, spirituálisan elkezded az életedet, teljesen más ember leszel, jobban fognak érdekelni téged, hogy miért születtünk, hogy mi a feladatunk, jobban fog érdekelni, hogy mi a dolgod a világban, és úgy érzem, hogy elkezded újjátervezni az életedet, lerombolod a régi várat, és új várat hozol össze, emberek fognak segíteni téged ezen az úton, az Jóisten olyan embereket fog küldeni az életedbe, akikkel újra tudod festeni az életedet, lehet ez barát, lehet ez barátnő, lehet ez egy új társ, vagy a régi társad visszahozza, de úgy érzem, hogy újra kell festeni az életedet, úgy érzem, hogy az univerzum meg fogja fogni a kezedet 2014-ben, és minden helyre fog kerülni, és minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Nagyon fontos, hogy legyél magaddal igazságos, és te mondjad el magadnak az igazat, hogy mit is szeretnél. Ha neten egy olyan kapcsolatban vagy, ami már nem jó, ami nem szolgálja a javadat, mondd magadnak az igazat, mondd meg neki, és lépj tovább. Hogyha pedig úgy gondolod, hogy igen, meg tudod menteni a házasságodat, a kapcsolatot, akkor teljes szívvel álljál oda. Mindig egy kapcsolatban vagy 100%-ig állunk, vagy sehogy. Nincs az, hogy 70, 80, 90 vagy 50, az nem létezik. Csak 100%-ig állunk egy emberhez, vagy ott maradunk, ahol akarunk lenni vele, vagy elmegyünk és újat keresünk, de bárhová mész és bármit döntesz, mindig 100%-ban kell magadat adjad. Most a lényeg, tehát például ma fókuszálj a mai napra, holnap pedig az új évre, nem a múlt a lényeg, nem a jövő a lényeg, a múltból tanuld meg azt, amit tanulni kell, a jövőt pedig reménykedjél. Igen, írjál terveket, igen, gondolkodjál terveken, hogy mit is szeretnél. Ugyanakkor tudnod kell, hogy néha tervezünk, de a Jóisten keresztül húzza. Néha nem kapunk meg olyan dolgokat, például ebben az időben azért, mert most még nem tudnánk vele mit kezdeni, de például egy év múlva már tudnánk mit kezdeni. Tehát soha ne haragudjál, ha valamit nem kapsz meg, annak oka van. Lehet, hogy egy év múlva kapod meg, lehet 5 év múlva, az is lehet, hogy sehogy sem kapod meg, de ez azért van, mert jobb dolog vár rád. Néha mondjátok, hogy szeretitek a volt szeretőt, de hogy miért nem jön? Azért nem jön, mert nincsen itt az ideje, vagy pedig nem szolgálja tovább a javatokat. Az az ember akkoriban jó volt, és már nem jó, kihasználna, megcsalna, eldobna, hátba szúrna, és a Jóisten egy jobbat akar nektek hozni. Mikor valaki elmegy, nem szabad sírni, higgyétek el, hogy annak oka van, hogy elment. Lehet, hogy később valamiért visszatér, ha pedig nem tér vissza, azért van, mert jobb férfit és jobb nőt kaptok. Lehet, hogy abból csak azt kell tanuljátok, hogy szeressétek önmagatokat. Nézzük még, hogy mit akar üzenni nektek
ez a valaki a szilveszteri gyönyörű szép napon. Úgy érzem, hogy nem mondtátok a múltban az igazságot egymásnak, nem mutattátok ki az érzéseiteket, maszkot viseltetek, szeretne jobban megismerni, hogyha új társad van, hogyha visszajön, akkor pedig mutasd meg az egész lényedet újra, engedd, hogy szeressen, mutasd meg a lelkedet most másképpen, mint a múltban. Szabadíts fel a lelkedet 2024-re, fogadd meg, hogy boldog leszel egyedül is, hisz egyedül jöttünk, egyedül halunk meg. Persze fontos, hogy legyen partnerünk, de annélkül is kell boldogok legyünk, annélkül is kell éljünk. A partner az csak egy ráadás, hogy boldogok legyünk. Azért születtünk, hogy boldogok legyünk önmagunkkal, a társunkkal, az anyánkkal, a gyerekeinkkel. Egyedül is meg kell tanuljatok élni, mert néha írjátok, hogy szeretném azt a valakit egy életre magamhoz kötni. Ilyen nincs. Mindenki szabad akarata van. Ha ő veled szeretne lenni, akkor veled is lesz, és 100 regiment nem tudja őt elűzni mellőled. Ha pedig nem akar veled lenni, nincs olyan mágia, nincs olyan varázslat, ami visszahozná neked. Azért nem jön, mert nem akar, másfele viszi az útlevele, máshová szól az élete. Hogyha pedig akar téged, be fog kopogtatni az ajtodon, fog neked üzenni, fog neked telefonálni, hogy itt vagyok, és el fogja neked mondani a romantikus érzéseit. Pont ezt mondom, erre húzom azt a kártyát, hogy romantikus érzések. Ez a férfi szeret téged dédelgetni, szeret téged, szereti a lelkedet, azért szereti a lelkedet, hisz az ő lelke ugyanaz. Imád téged úgy, ahogy vagy, és hálás a sorsnak, hogy megismert téged. Úgy érzem, hogy ki fogja a mai napon egy párotoknak fejezni a szeretetét, és ez azért van, mert te vagy a lelkitársa, már előző életekben nagyon-nagyon sok dolog volt köztetek. Nézzük meg, hogy mit akar üzenni nektek. Nagyon-nagyon vágyakozok, a szenvedélyem megégett engem. Te vagy az én lelkitársam, te vagy az én ikertársam. Mondjuk el egymásnak, hogy mit érzünk, és találkozzunk. Úgy érzem, hogy egy páratok már együtt fogja tölteni a mai estét, ha pedig nem, akkor 3 hónapon belül jó páratoknak visszajön, fölveszi a telefont, el fogja mondani, hogy szeret téged, és úgy érzem, hogy a jövő évben nagyon sok házasság fog születni, akik nem is gondolnak a házasságra, lehet, hogy még partner sincs, mégis házasság lesz. A jövő év 2024 a házasságról fog szólni, semmi másról és a szerelemről, és nagyon fontos, hogy bízzatok az univerzumban, nagyon fontos, hogy engedjétek a pozitív dolgokat az életetekbe, és legyetek pozitívak, mindegy, hogy egyedül vagytok, ez nem végleg lesz, nem végleg van, nincs olyan, hogy nem jön valaki az életedben, de csak akkor fog jönni, hogyha ápolod magadat, hogyha hiszel magadba, és nagyon-nagyon fontos, gyerekek, hogy szeressétek magatokat, hisz ha mi nem szeretjük magunkat, akkor hogyan tudna szeretni bárki minket? Ha mi nem tiszteljük magunkat, hogyan tisztelne bárki minket? Először is mi tiszteljük magunkat, mi szeretjük magunkat, és utána jön annyi férfi, és annyi jön az életedbe, annyi férfi, annyi nő, amennyit csak akart, és azok közül kell egyet kiválasszál, mindig a legjobbat. A Jóisten mindig csak a legjobbat akarja nektek, hisz mondtam, soha nem felejt el titeket. Lehet, hogy kicsit várakozni kell, de akkor is a Jóisten mindig ott lesz, ahol lenni kell, és mindig a legjobbat fogja nektek elhozni. Úgyhogy ennyi lett volna, köszönöm szépen, mindig nézzétek a rövid videóimat és a többi videóimat is, és a Facebookom is a Jasmine Tarot Reading, plusz be fogom linkelni a csatornákat, úgyhogy kérlek benneteket, nézzétek meg, osszátok, lájkoljátok, legyen szép estétek, kocincsatok a nevemben is boldog új évet egy pohár pezsgővel, sajnos mi csak a férjemmel gyerekpezsgőt ihatunk, hisz tudjátok, hogy a vallása miatt, de fogok nektek inni az egészségetekre, és kívánok minden nézőmnek, minden egyes gyönyörű szép nézőmnek boldog új évet, sikerekben, boldogságban, gazdagságban. Sziasztok, legyen szép estétek!